Akkor most még az a kérdés, hogy mit fogunk tanulni ma, az egy jó kérdés. Volt sok-sok van. Igen, csak hogy ugye hogy vonjuk be? Tehát akkor most kezdő, vagy hát újrakezdő, kezdő, haladó, középhaladó együtt. És akkor ugye nektek volt leckétek? Nektek volt leckétek? Nem volt. Én nem tudom, hogy szóval volt a múlt héten. De múlt héten nem volt óra? Abszolút. Mert nem csinálok semmit, úgyis nem csináltam. De szerintem nem volt. Nem volt a cím. Állítsuk kette határozott, hogy nem volt. Akkor legyen az, hát figyelj, nézzük meg egy olyat, hogy mi van akkor, hogyha a haladó, középhaladó csapat mondatait megnézzük, és akkor ti azokat próbáljátok értezni, ezért ők segítenek nektek a megfejtésében, hogy mi hogyan jó. Tehát, hogy kicsit ebbe belenézünk, aztán addig meg megszülök valamilyen közös anyagot nektek. Mert azért most még tök jó, hogy nagyon sok mindent nem ismételtünk mi sem a haladóba sem. Tehát gyakorlatilag itt nagyon, nagyon hamar egy szinten lehettek. Én úgy gondolom. Mi az első magyar, hát vagy mi négy mondatot írtunk. Nem, volt az új fokásunk tágasabb, mint a miénk, vagy csak világosabb. Aha, tehát ugye melléknél fokozást vettük. Mennyire vagytok képbe melléknél fokozásra? Hogy egyik kettőt. És csak azt is hozhatod, hogy a széket nézd, akkor próbálj. Hangosan határozottam, vagy? Ne sokként vagy. Ja, tehát őr észre a végződéseket mondom. Aha, ja, a végződés, igen. Tehát EST. A felsőfoknál fontos, hogy nem csak az EST végződés a felsőfok jele, hanem a de. A de. Mert hogyha valami a leg, az ugye a leg. Az egy konkrét dolog. Jó, de hogy az volt, hogy mi volt a magyar mondat még egyszer? Az új lakásuk tágasabb, mint a miénk, vagy csak világosabb. Ez kérdés volt. Igen, csak nehéz úgy mondani, igen. Új lakásuk tágasabb, mint a miénk. Na, ez egy kérdés, hangsúlyozás. Tágasabb, mint a miénk. Ja, és itt mi volt még az új tananyag? Vagy csak világosabb. Hát a birtokos. Az mi, igen. Igen, a birtoktalan birtokos. Ott mi. Oké, akkor ezt egy picit elmondjuk a új csapattagoknak. Jó, tehát itt ugye az van, hogy van egy birtokosunk itt, a miénk. De ahhoz nem teszünk fel, hogy mi birtokom. Nincs ott a birtok, nincs megnevezve. Tehát meg az új lakásunk, és azért ott megvan a... ott is, hogy a... Jaj, bocsánat. Melyik ez is? Vagy a új lakásunk, ott is van. Aha, igen. Tehát itt ugye van az a hagyományos birtokos, ami nektek is megvan. Valószínűleg ez is megvan, csak mi még nem beszéltünk róla. Tudjátok, hogy azok melyik birtokosok? Az. Az több eszett. Tehát, hogy a... Aha, igen. Vegyük végig. Tehát, hogy az enyém. Mine. Aha. Tehát, hogy ez lesz a táblázat, hogy mine. Yours. The. Tehát itt lesz egy eltérés, hogy yours. Hers. Hers. It. Ugye itt ez az egyetlen változás, itt ugye az egész. Igen. Ours. Yours és theirs. Yours és theirs. Tehát gyakorlatilag szinte ugyanúgy vagyunk. Itt két dolog történik, kap egy est a legtöbb alak, és nem lesz utána megnevezve a birtok. Tehát ebben a mondatban ezt fogjuk alkalmazni. Akkor viszont a kezdőknél, ugye ott volt egy, ott alaposabban átvettük a kérdő mondatokat, tehát lehet, hogy egyébként ott meg egy kicsit ők tudnak jobban beleszólni ebbe a beszélgetésbe. Ezt ha kategorizáljuk, ez milyen fajta kérdőmondat? Várjál, most ez a másik csapaté. De ezt egyébként most úgy örülök Ernőnek, hallod, mert ez nem Google válasz. Tehát, hogy ezt ő most így meg akart szólalni. Tehát ez ilyen ritka jó pillanat. Na, tudtam, figyelj, ezt nem belém lehet. Nem tudom, hogy ez a... Én nem belém. Are you tired? Why are you tired?
Eldöntős minőséget. Eldöntős minőség. Tehát mivel fogjuk kezdeni? Hogy fogunk kezdeni? Légkivével. Aha. Ami ebben trükkös, hogy ugye mi az alany, amihez egyeztetjük a légtigét? Névmással helyettesíted, ugye alanyesetű névmás. És nem azt fog bekerülni a mondatba, de ha helyettesítened kell, ezt milyen alanyesetű névmással tudod helyettesíteni? Ez birtokos? Ja, itt. Itt. Tehát ez egy itt. Jó? Ez mutatja, hogy mi lesz a létigéd. Igen. Jó, mert hogy itt az egy lakásunk, és akkor ők többen vannak, hirtelen az ember elkezd beszélni. De a fejedben ilyenkor mindig legyen meg a kép. Jó, tehát úgy kommunikálj, hogy te lásd, hogy mit akarsz mondani. Lásd, hogy az ő lakásuk, ott nem látsz több lakást, egy lakás van. Az nem lehet több beszámú létige. Jó? Tehát akkor úgy kezdődik a mondat, hogy... Íz. Oké. Akkor ezt le is törlöm egyből, és akkor megcsináljuk, amit szoktunk, hogy mindenkinek a verzióját megpróbálom gyorsan ide fölírni, és akkor kielemezzük. Kezdjük. Csak is azt mondom, az ő lakása, nem adom az az egyes számú harmadik személy? Az is egy itt. Jó, itt a lényeg, hogy a lakás az alany, nem az, aki birtokol, az csak a lakásnak egy plusz jellemzője, hogy valaki még birtokolja is. De itt az ő, tehát a lakásról állítom, hogy tágasabb, és az önmagában véve csak egy itt. Tök mindegy, hogy hányan birtokolják. Jó? Az azért, hogy ki birtokolja, az alakos, hogy a birtokos név másod mi lesz majd. Leggyakoribb hiba. Tehát, hogy most írtam egy záró dolgozatot, és ami azt gondolod, hogy ami a legkevésbé lesz hiba, abból volt, tehát a többes szám, ki birtokol, ki cselekszik, minthogyha nem lenne ott a magyar mondat, tehát nem értenénk a magyar mondatot sem. Meg ezt valójában értjük, csak azért nem tudjuk egyből megfogalmazni, mert nem tisztázzuk le a fejünkben teljesen, hogy mi okozza, tehát mi mire vonatkozik. Tehát ez úgy kezdődik ez a mondat, hogy íz, és akkor először MSV-jét fogjuk megnézni. Is our new apartment? Is our new apartments? Would you like to apartments? Apartments? Mm-hmm. More. Special. More. More. Nem szeretem kiolvasni. Hogy írod? Spacious. Spacious. Tehát ugye onnan indulj, hogy space. Az a tér. Ötször hallgattam, hogy írjuk ki mondja, hogy... Free Dictionary tér? Nem, translate. Ugyanaz a tér. Esküszöm, hogy így cigánykerekezni, oda akartam menni egy cigánykerekkel és egy ötös így adni. Erről lemaradtunk. Spacious. Tehát, hogy nehéz az S miatt, mert az a spacious, de hogy valójában könnyen érthető space, és akkor ugye ez a precious, tehát ez a sös végű, ez egy melléknév végződés. Malicious, azt mondanám, de. Tehát, hogy és úgy írodik, hogy spaciós. Hát ez sem tudom, hogy csak a szót néztem, hogy az egész volt. Tehát ez a cios. Igen. Ugye a precious, az precios. Ez az a melléknév végződés. Tök jó, ha látsz egy ilyen végződésű szót, tudod, hogy ez melléknév. Még ha nem is tudod a jelentését, mert tudod a szerepét. Then ours. Then ours. Ugye a dent azt úgy írtad, hogy aval. Ki írta evel? Mit jelent a den elvel? Nem tudjuk. Honnan jegyezzük meg, hogy melyik? A venről. A venről. Jó, ven, den, mind a kettő idővel, vagy idővel kapcsolatos. Ugye den az azt jelenti, hogy majd, aztán, azt követően. Tehát ugye az amikor azt akarod mondani, hogy after that, ugye kezdesz egy úgy mondatot, hogy csináltam valamit, és akkor utána mondani akarod, hogy aztán. És akkor magyarosan ezt így mondjuk, hogy after that, az a den. Az after that, az csúnya, úgy nem beszélünk, den.
majd aztán azt követően ezután. Ez egy időben egymás utániságot kifejező, vagy azt segít kifejezni ez a szótár. Van, den, elvetővel, idő, a den, a betűvel, az az összehasonlítás, ugyanúgy ejtődik sajnos. Hours. Hours. Or just lighter. Or just lighter. Kérdő. Igen. Valaki nagyon komolyan fordatlan. Az olyan dohányos fajta kövegés. Na, nézd meg, jól írtam mindent? Igen. Van egy nagyon komoly logikai bükfenc abban, amit te írtál. Tehát ez így nem lehetséges egy ilyen kérdést így feltenni, ha logikusan végignézed. És a hasonlókat nézd. Hát az a or, meg az a ors. Aha. Tehát miért hasonlítod rád össze a miénket, meg a miénket? Akkor... Melyik lehet a hibás, és hogyan javítanád? Bocsi, itt nem, nem jól írt. It is our new work accent. Én azt írtam, is our. Én azt értem. Nézd meg a magyar. A magyarat nézd meg. Nem a lakásunk, lakásunk. Most is lakásunkat mondtál, amikor... A dear. A dear. Is dear new work accent. Jó, tehát ezt mindenképpen akartam, hogy te vedd észre, ne abból, hogy most azt tudom, hogy valószínűleg a többiek ezt jól írták. Vagy egyébként ez a másik, amit mondtam, ugye dolgozat, az álló dolgozatot írtak, na ilyen hibák vannak benne. Tehát, hogy ennek nem kéne, ez pont a legegyszerűbb az egész, hogy arra figyeljünk, hogy a magyarban mi van. Ez egy nagyon pici különbség, és ez a magyarnak a trükkje, hogy ott van egy ilyen betű, vagy nincs ott egy ilyen betű, és már, tehát mi azonnal másra gondolunk, az hogy lehet, hiszen magyarul tudunk. Jó? Is there? És akkor a többit már megbeszéljük, jó? Erdőn. Pont ugyanazt írtam, mint amilyen javított, csak apartmentsbe nem raktam est. Nem tudom, hogy az ott kell-e vagy nem. Hát gondolk, hogy hangosan. Ő szerinted miért rakta, te miért? Hát az valami többes szám, hogy a miénk is akkor többes szám. Várjál, minek a többes szám az, hogy egyes? Ez nektek is akár, tehát kezdők bármikor beleszólhatnak, jó? Nekik engedélyezett. Igen. Neked nem szól ilyen. Nem tudom, hogy elfattalak. Laci nagyon mondani akart valamit. Hát ez szerintem nem több összem, az egy birtokos akar bennem. De a birtokosok már tudod. Birtokost hogy jelöl? Ez a nájabb akart, mert akkor ez a posztolj fel az ember. Aha, igen. Igen. Igen, mert nem majd a parentsnél ott írtam apostrofot, nem egy később. Ezt a kezdőcsapat is meg tudja válaszolni, hogy mi a különbség az apartment és az apartments között. Nem meghatározott, nem konkrét. Mi a különbség a között, hogy... hogy az más, hogy mondjuk kap és kapsz. Hogy konkrétan egyre gondolok, most ezt mondod, vagy hogy... Nem, hát ennél sokkal van, hát ezt annyira tudjátok, hogy nem... Csészék. Csész vagy csészék. Hát ugye? Ezt mondtuk az Mi? Nem, ezt hát nem. Hát több lesz. De te azt mondtad, hogy, hogy a miénk, tehát hogy azért többes szám. Én hallottam azt a többes számot, de te a birtok ló szempontjában. Hát de ezek elég konkrét válaszok, és, vagy válaszok, és nagyon nagy a különbség. Tehát azért, mert a miénk, attól ez nem lesz többes szám. És pont ez vezette az emesét félre. Ezért akarta többes számba tenni, mert hogy többen birtokolják. De az csak egy lakás, hiszen itt megbeszéltük, hogy ez egy itt. Ez így megvan? Tehát, hogy megvan a kép előtted, ugye, hogy ez egy darab lakás. Az, hogy ki birtokolja, hogy hányan birtokolják, az itt eldől. Ott ők többen vannak valóban. Jó, és a másik, ami... Tehát, hogy ez mindenképp, hogy ha ízzel, és ízzel kezdted a mondatot? Ízzel kezdtem.
Emesetén is? Tehát hogy, akkor, tehát, hogy emiatt fel kell, hogy tűnjön, ez nem lehet, nem érdik össze a kettő együtt. És az durva, hogy a nehezebbet oldottátok meg. Tehát én arra számoltam, hogy ez simán ár lesz, mert a többes birtokos miatt azt szokták behibázni. És ugye az van a mondat elején, azt a legnehezebb pontig kisilavizálni, és ahhoz kell az, hogy elkezd elemezni, hogy akkor ki az alany. És pont azért, ahogy a Laci is mondta, ugye, hogy a mi lakásunk, tehát akkor mi vagyunk az alany, nem mi vagyunk. Én leírtam először, csak aztán rájöttem, hogy az ő nem jó, és sokáig néztem, milyen ahogy mi az árral? Igen. Már nem egyáltalán nem raktam ott semmit, szóval a DL-ben kezdtem. Szóval nem raktam kérdő mondatba, és tudtam kérdő mondatba, ott kell legyen valami is, hogy van is. Tehát ugye azért kategorizáltuk a kérdőmondatokat, amikor egy ilyen pillanatod van, hogy hirtelen azt érzed, hogy azt tudod, hol kezd a mondatod. Akkor menjél vissza a kályhához. Nem kell mindig, de ha teljesen elüzentesz, sőt, még egy kályha van, ha már aztán végképp nem tudod, akkor mondatelemzés. Először ez egy állítmány, és először írd ki magyarul. Aha, az az állítmány, hogy tágasabb. És akkor kiírod, hogy tágasabb, akkor azt odaírod angolul. És akkor angolul úgy kell, hogy odaírjad, mert az angolban ugye az állítmányban van ige, hogy van tágasabb. És akkor alany. Ki az alany? A lakásuk. Odaírod magyarul, melléírod angolul. És akkor erre apránként jobban tudsz figyelni. És akkor ugye, és ha ilyen az alanyod, akkor pedig következő lépés, állapíts meg, hogyha egy névmással helyettesíted, melyik névmással helyettesíted, hogy ne vigyen el ez olyan irányba, hogy többes számot csinálsz egy egyes számú dologból. Oké? Okay? Tehát, hogy ez mindig tök jó gyakorlat, és ezt örömmel hallom elme, hogy ezt így bogarászod, hogy, meg hogy zavar, hogy de akkor az mi. Akkor megveszik. Mindenkire van, úgy értem, hogy ezt leírtam ki jelentőbe, és aztán átalakítottam, mert kapásból nem tudtam, hogy ezt ahogy könnyen. És a lényeg, hogy ebből a lépésből minél többet csinálsz ilyet, egyszer csak az van, hogy már nem gondolkodsz rajta és már jön. És akkor következő lépésként pedig már beszédben is ugyanez meg. Nem tud átjutni egyik lépésem. Művésznő! Köszönöm szépen! Én több mást írtam. Is there new flat more spacious than ours or just clearer only? Or just clearer only? Clearer. Oké, okay, ezek szótáros szavak, gyanítom. Hát a clear-t azt én, a világosra én azt én, hogy ez nem tiszta. Hát tisztát is jelent, nem tudom, hogy miért. Megfelelődött mondjuk, mint a clear, mind a kettő, egyébként egyik sem lesz ezek közül. Tehát, hogy, de ez megint csak, tehát itt is kiderül, hogy egy szótár miért limitált, egy szótár nem tudja neked elmondani, hogy ha ez és ez van, akkor ezt is meg. Ezt úgy tudod, hogy a nap, hogyha egy nap világos, tehát hogyha napsütéses nap van, az egy bright day, bright. Ugye ez is, hogyha valaki okos, ezt is mondják rá, hogy bright, nem csak a smartot, mert hogy az elméje fényes. Tehát ők ezt a fényesebben fogják megközelíteni. A light-tal az a probléma, hogy a light az egyrészt jelenti azt is, hogy könnyű, hogy itt ezt nem feltétlen azt mondanád, a világosabb. Tehát a light-nak az a jelentése, hogy valamivel kevesebb van valamiből, tehát súlyból, színből, fényből, vagy sötétből, bocsánat. Tehát, hogy egy színre azt mondod, hogy lighter color, az egy világosabb szín. Jó? Tehát, hogy úgy gondolja a light-ra, hogy valamiből kevesebb van benne, és azért tud átütőbb lenni. A clear pedig, az arra meg úgy gondolj, hogy áttetsző. Tehát ha van egy üveged, akkor az, amelyik clearer, azon jobban átlátsz. A víz, ha éppen zavaros, ha clearer, akkor jobban látod az alját. Egy szoba nem lesz ilyen, hanem brighter. Az pedig ez, ugye hát, ha van televíziótok, akinek van, van egy olyan, hogy brightness. Az a világosság, tehát, hogy mennyi fényerőt kapjon, az a bright. Tehát a fény mennyisége, az mindig a bright-tal kapcsolatos. Az a tökre jó, hogy van így egy ilyen beszélgetésünk, ez kisebb a valószínűség, tehát ez valószínűleg meg fog ragadni benned, mint tudás.
És ezért nem elvesztegetett a lightert se belé, tehát azért jó, hogy hoztok különféléket, mert minél többről beszélünk, annál jó. Azt mondta még az Andi, hogy flat. Az inkább az alapjelentetően. Nem, az inkább panellatnás szokás. Aha, ez egyébként brit. Tehát én apartment tezek. A briteknél flat. Flatnak a másik jelentése, ugye, mit mondtál? Alapjelentet. Nem, panellatnás. Tehát a panellakás. Emeletes többek lakta. Ezeket tudják. Igen. Hát a block of flats, az maga az épület, mert hogy egy blokknyi lakás, egy többnyi lakás. Van egy melléknévi jelentése, azt tudjátok. Tehát, hogy lapos. Lapos. Aha. Igen. Tehát a flatland az sík terület. Flat tire, az lyukas gumi, mert hogy lapos. Flatty. Flat TV, igen, az a... Jó, tehát akkor így írjunk ki egy ilyen nyelvre, hogy... Nem mondják a lapos gumi? Flat tire. Tire, mint a pára? Nem. Direkt. Azt hiszem a britek ráadásul Y-ozzák. Flatland, ez a ilyen síkság. Lehet, hogy két szó, elnézést, tehát ezeket így, most meg nem mondom, mindenkit buzdítok, hogy ellencsekkoljon, mert mondok néha nagyon jó dolgokat. Flat tire, tehát ha azt mondod, hogy we had a flat tire, ugye have-nak a múlt ideje, azzal azt is mondtad, hogy defektetek volt. Aki britezni szeretne, az I az Y. Hazafelé, az ugye volt már. A hazafelé úton. Várj, de ezt összerakod, még egyből nem nézd meg. Tehát ugye van benne, hogy út, van benne, hogy haza. Majdnem. Way és home. On the way. Igen, és akkor jön az anya, igen, de hogy itt nem kell birtokos, hanem csak on the way home. Ezt már így össze is raktuk. On the way home. Ez jelenti azt, hogy a hazafelé úton defektünk volt. És akkor... Ha egy nőről azt mondják, hogy flat, akkor egyértelműen kicsit van ellei. Mi volt még? Még valamit mondtam a flatre, nem? Még egy szervezet volt. Flat tire. Mindegy, végül is a felvételben benne lesz. Tehát azt hiszem volt egy harmadik, amit még mondtam. Az amerikai apartment az általában hogyan van? Na most meg nem mondom. Az apartment az, amelyiket birtoklod, tehát ez a tiéd. Ugye ők kevésbé, tehát mondjuk, tehát ők általában házakba laknak. Belvárosban van olyan, hogy felhőkarcolók, és azok általában nagyon drága lakások. Ezért ott általában a tehetősebbek élnek. Vagy albérletbe kiveszed. Az apartment, én úgy emlékszem, de nem voltunk tehetősek, az, amit birtokolsz. És akkor hogy gondolod? És a condominium, vagy condo, az, amit bérelsz. Nökre lehet, hogy fordítva van, de mindjárt megnézem a szótárba. Condominium, vagy condo. Nincs jelentősége, tehát ugye ezt most nem tudom neked megmondani, biztos az is mutatja, hogy körülbelül annyi a jelentősége. Jó, a spacious az egy jó szó, kevesen használják. Tehát most már szóltál. Jó, néha szóltál is mond igazat. Oké. Okay. Egyébként lehet még roomy, mint hogy room, az ugye, hogy helyiség, a roomy y-nal a végén, hogy így több.
Oké, mehetünk tovább? Mehetünk zolni kell, vagy nem kell? Bocsánat. De kell az zolni, bocsánat. A végére? Ja... Just. Hát, just belefér, az only egyébként az, ami igazából. Or only. A just az ez az most frankon át kéne néznem, hogy mi a különbség a just és az only között helyenként. Annyira nüansznyi. Én mondjuk, amit most így röviden tudnék elmondani, az az, hogy mindenképpen az only az szebb, tehát az jobb verzió, hogy only zol, mint hogy just zol. Jó, azt nem mondod, hogy only because, tehát hogy just because az. De talán ez a just az jelenségvel. Tehát, hogy a több érzelmet, nem az a kedvenc különbség. Hogy mit csodálatos? Nem, csak amikor van aki ennek, hogy ez érzelmes, amikor ugye van ilyen különbség, hogy egyik szó használt, a másik szó használt, hogy ez nyomatékosabb van, vagy nem tudom, hogy a... Hát igen, ott már bejönnek azok a dolgok, amik elvontabbak. Tehát ugye, hogy a legegyszerűbb a... Az első tudás ugye az mindig azok a főnevek és az igék, mert hogy rá tudsz mutatni valamire, meg be tudod mutatni, hogy tudod, megyek. Tehát az ilyen túlélőben elég könnyen megy. Melléknevek nem tudsz rámutatni. Ezért ott már két nyelv között, és egyébként nincs is teljes egyezés, tehát a melléknevnél lesz az, hogy minél több szótárt nézel meg, annál több ellentmondást fogsz tapasztalni. Mert van, aki így értelmez egy melléknevet, van, aki úgy. Úgyhogy az is érdekes. Mi a második mondatunk? Ez eddig oké, Laci, mert Kati, hogy jól hallgatni. Tetszik, hogy ilyesmi? Oké. Az úgy gyakorlatilag keményebben dolgozik, mint a szüleik kutyája. Ja, mert volt egy ilyen szavunk, hogy gyakornok, tehát hogy ez semmi nem véletlen. Hogy bele akartam rakni, hogy a szüleidnek a valakije, hogy ott is az a kutya. És a kutya engem az múlt héten kötelező volt. Keményebben dolgozik, mint a szüleik kutyája? Ez ugye itt volt a kutya. Jaj, tényleg itt volt a kutya. És akkor minden mondatban volt kutya. Gyakornok keményebben dolgozik, mint a szüleid kutyája. Hát ez az elég megalázó mondat, szóval, hogy így ilyet van. Nem biztos, hogy ott szeretnék maradni. De gyakornok. Apprentice. És ellenek köszönhetően most már én is figyelek el, hogy az apprentice az két B-vel íródik. Apprentice. Ja, te úgy írtad, de... Azóta nem néztem meg. Szerintem én egy P-vel írtam, és te segítettél. Nekem azt reméljük, hogy te segítettél a két P-vel. Ja, lehet. Lehet, hogy megnéztem a dictionary-be. Valaki ott beszól. Nem művelhetett, mert én tudni nem. Ő kizárt, hogy alapom. Nézzük akkor, Laci, Kati, milyen fajta mondat ez? Kérdem a besorolás. Hogy és? Hogy az, hogy minőséget is. Mit állítunk? Dolgozik. Tehát figyelj, ez az ennek van benne egy melléknél, az nem jelenti azt, hogy az állítványunk az minőség. Itt az állítmány dolgozik, tehát ez cselekvő. Tehát akkor úgy fogjuk kezdeni, hogy ez a kettő ki most. Ugye hát az arany az a... Az, mondjuk, egy do. Igen, tehát az arany a gyakornok, aki hí vagy sí. Tehát... Das. 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 De kérdés, mi az a másik, ami alatt ilyen bekategorizáltak a kérdő mondatot, hogy először ott eldöntendő a kifejezés, És az, hogy cselekvő vagy pedig minőség. Igen, és az valójában nem a kérdőmondat kategorizálása, én csak összemosom.
mondatnál kell rá figyelni, ez valójában a másik az, az állítmány kategorizálása. Hogy cselekvő állítmányod van, vagy minőségi állítmányod. Ugye a minőségi állítmány, amikor valaminek a mienségét mondja. Szép, okos, és ez becsapós, mert... Hát igen, mert hogy dolgozik számít igazán. De ez egy cselekvő állítmány, mert hogy a dolgozni az az állítmány, nem az, hogy ő keményen. Hát de most arra kérdezek rá, hogy dolgozik. Aha, igen. Akkor igen, is. Igen. Hogy mi akkor is, hogy. Szóval akkor is az állítmánya dolgozik? Aha. Mit állítok, hogy keményen? Nem. Mindig az, hogy dolgozik. Ez egy tök jó kérdés. Igen. Tehát az állítmány mindig az, ahonnan végig tudsz menni az összes darabjának a tagban. A keményebből nem tudnál tovább építkezni. Mit állítunk keményebben? Mi keményebben dolgozik? Vagy? Mit állítunk? A legjobb, figyelj, ha van benne egy igéd, hogy a magyar szempontból tök, ha van benne egy igéd, biztos, hogy az az állítmány. Nem lehet más az állítmány. A kérdés akkor van, hogyha úgynevezett névszói állítmányod van, amikor valaminek a mienségét állítod, mert akkor a magyarban nincs benne ige, csak mondjuk ha én vagy te, mert ugye akkor te vagy, vagy én vagyok, de harmadik személyben nincs, mert ő magas, ahol az igéd, ő van magas. De itt, hogy mondjuk a válasz azt mondom, hogy nem dolgozik keményebben, akkor attól még ugyanis dolgozik. Várjál, nem dolgozik. Ennél filozófikus momentál, hogy... Ez a lényeg. Nekem az a bajom, hogy most, ha azt mondom erre a választ, hogy nem dolgozik keményebben, mint a szüleink kutyája, akkor ő még ugyanúgy dolgozik. Szóval... De attól megtagadod attól. Persze, de ez csak egy... De várj, ez egy eldöntendő kérdés, tehát nem is igazából fogsz vele úgy választani, hogy nem dolgozik, hanem csak igen vagy nem. Ugye? Tehát, hogy nem. Az olyan szempontból tök mindegy. Itt csak ez a lényeg, hogy ugye, ha ő cselekvő állítmány, akkor nem létigével fogsz kezdeni, mert akkor ugye cselekvésre a segédigével kell rákérdeznél. Ugye jelen időben a do vagy a does, múlt időben a did, illetve hogy a jövő időben be fog jönni a will. Ha egyéb értelmet módosítasz, arra meg beszélünk, ugye, ha tud, vagy kellene, vagy na, ne, fett, hogy a should, meg a kell, meg a would, tehát hogy itt azért más is állhat, de most a legegyszerűbbet beszélünk, mert és én mindig ezt mondom, be. Ki kérnék te? Ez kinek a borra? Az enyém. Viszont majd? Igen, most kérlek. Nem, a másik, hogy ki az, aki lehet, hogy